Amizó tanulok, a kakmai témi szakítőme, a tukutokó kete. Az iteszéle témi szakítőme, a kipak émi szakítőme, vajuk. Az a nagy probléma vele, hogy igazából semmi különleges alapanyag nem kell hozzá, amiért nagyon mondjuk boltba kéne menni. Általában minden szokott otthon lenni, vagy viszonylag gyakran akad, úgyhogy mondjuk, hogyha az emberre úgy rájön az, hogy valami kis édességet, valami kis csokis édességet enne, akkor az a baj, hogy ezt elég gyorsan el lehet készíteni, mutatom is. Kell hozzá 2-3 evőkanál darált mogyoró, ez lehet mondjuk darált dió is, vagy darált mandula. Egyébként én ezt a receptet először egy külföldi honlapon láttam, ott simán liszttel készítik, ez már az én változatom szerintem így mogyoróval, vagy darált magokkal sokkal különlegesebb és sokkal finomabb. Szóval kell hozzá összesen 4 deka darált mogyoró, aztán kell hozzá 2 evőkanál keserű kakaópor, aminél tényleg nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül azt a cukrozott kakaóitalport használják, hanem tényleg teljesen cukrozatlan keserű kakaót, ebből is jöhet 2 evőkanál, aztán jöhet hozzá 2 evőkanálnál cukor. Tehát ráadásul elég egyszerű megjegyezni is az arányokat, hogyha véletlenül nincs felírva éppen kéznél a recept, akkor is azért nagyjából el lehet találni, 2 evőkanálnál cukor, aztán jöhet hozzá egy pici, egy teáskanálnyi instant kávépor, ami szerintem mindig nagyon-nagyon jól alátámasztja az összes ilyen csokoládé és kakaós desszertet, úgyhogy ebből jöhet egy ilyen másfél teáskanálnyi. Aztán jöhet, ugye valamivel össze kell fogni nyilván ezt a masszát vagy tésztát, 2 evőkanál olaj, amiből, hogyha tehetik, és tényleg különlegesen finomat szeretnének készíteni, akkor lehetőség szerint valamilyen különleges olajat használjanak, például olyat, ami azonos azzal a maggal, azzal a darált maggal, amit használnak. Ez ugye darált mogyoró, úgyhogy én most mogyoró olajat fogok használni, ez lehetne mondjuk mandulaolaj vagy dióolaj is. 2 evőkanál jöhet belőle. Ugye tényleg ez az eredeti recept, amit én találtam a honlapon, és így nagyon jó pofánk fog kinézni az egész, az lesz a lényeg, majd fogják látni. Ott az egész tulajdonképpen egy ilyen teljesen egyszerű, csokis piskóta volt, liszttel, teljesen hagyományos olajjal. Amikor azt megpróbáltam, akkor az úgy iszonyú jó pofa volt az egész dizájnja, hogy ki fog nézni, meg az egész műfaj, hogy egy perc alatt kész van, majd látni fogják. Viszont az az igazság, hogy olyan, hát nem is tudom, olyan lapos, olyan unalmas, nem volt finom. És azért én a dizájn javára nem fogom feláldozni azt, hogy egyébként finom legyen, úgyhogy nagyjából kikísérletezgettem, hogy tényleg olyan legyen maga a massza, hogy az is elképesztően lenyűgöző legyen. Szerintem ez a változat mogyoróval, mogyoróolajjal, ezekkel az összetevőkkel tényleg az lett. Na, jöhet hozzá még egy egész tojás. Ugye ez is összeköt, egy ilyen kis tálkában össze lehet az egészet keverni. És végül 2 evőkanál kaukázusi kefir. Én ezzel szeretem csinálni, de mondjuk ez lehetne 2 evőkanál tejszín, vagy tej, ami éppen mondjuk otthon van a hűtőben. Szerintem a kefirrel kifejezetten finom, meg nagyon-nagyon jó lágy állaga lesz tőle, úgyhogy ebből jöhet 2 evőkanál. Ugye ez is összeköti ezt a masszát, és egy csipet só, ugye minden ilyen csokis kakaós desszertbe szoktam tenni egy picit, ami jól kidobja az ízeket. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor gyakorlatilag egy villával össze kell keverni. És rögtön mutatom, hogy hogy fog készülni ez a villámgyors bögrés piskóta, és itt most a bögrét is, és az egy percest is tényleg szó szerint kell érteni, ugyanis a bögre az itt tényleg bögre, tehát 2 bögrében fogom készíteni, és a mikróban fogom készíteni, ami egyébként nekem nem nagyon nagy barátom, tehát nagyon ritkán szoktam használni, de ehhez a desszerthez szerintem tényleg ez kell, a mikróban a legegyszerűbb, és hát villámgyorsan elkészül, és ugye a masszát összekeverni sem egy túl nagy munka, tehát szerintem körülbelül annyi, hogy mondjuk amíg a, nem tudom, a férjük vagy párjuk összekészülődik, addig szépen titokban össze lehet kevergetni, úgyhogy meglepít is lehet belőle készíteni. No, a massza kész van, viszont ezt tényleg frissen tálaláskor fogom készíteni, mert szó szerint egy perc alatt kész van. No, ezt a kakaós, mogyorós, mogyoróolajos, nátszukros masszát ugye kikevertem, és akkor most jön a recept igazán látványos része. Vegyünk hozzá 2 bögrét. Tehát szerintem körülbelül ez a másfél-két deci közötti űrtartalmú bögre a legideálisabb hozzá. Ezt ki kell vajazni, ez is azt segíti majd, hogy szépen meg fog emelkedni. Szóval fogják látni, ez valahogy mondjuk ugye a piskóta és a csoki szuflé közötti átmenet lesz.
hogyha megvagyunk az előkészületekkel, tehát kétharmad, körülbelül kétharmad magasságig fel vannak töltve a bögrék, akkor mehet majd az egész a mikróba. No, viszont ilyenkor ugye körülbelül 1 és 1,5 perc között szokott ezt tartani a mikróban, amíg szépen feljön, viszont én mindig itt szoktam mellette állni és figyelem, egyrészt mert szépen látszik, hogy hogyan emelkedik fel ez a csoki és szuflé piskóta, nevezzük mondjuk szuflénak, hogy ez mehet bele, másrészt pedig tényleg mindenki a saját mikrójával ki tudja kísérletezgetni, hogy pontosan mennyi idő. Ugye ilyenkor ez látszik, hogy nagyon szépen egy kicsikét feljön, és tényleg olyan, mint egy ilyen szuflé és csokis piskóta keveréke. Mutatom tovább. Na és akkor, hogy még egy kicsit fokozzam ezt a kedveskedős cukis hangulatot, azért a tetejre, ami egyébként nem szokásom, de ennél szerintem belefér ebbe a műfajba, hogy a tetejre porcukorból még egy kis szívecskét fogok majd rajzolni. Amihez teljesen egyszerűen egy sablomból, sima papírból ugye egy kis szívecskét vágtam, és akkor úgy cukrozom meg. Amizó tanulok, a kakmúj témi szakítőme, a tukutokó kete, az itteszéle témi szakítőme, a kip pak émi szakítőme valljuk. Újja húszati pakit, a vese húsz paufikáis tím. Miatt kétészet beklik like a Facebookon néz, eti jellük a good food magazin újszakon, good food jó adabó, egy kiújítészet húszi, tik mutak, egy szívészteimi 2017 a villapakvetézés. Szétes élet tálóak a tiszta szakítőme, a kelve. Tálók a vatászknoki pótkó évben, mi?